Mészáros keresztnév Piroska született 1985. február 20. Budapest, születési év 1985. anyja neve Kerekes Etelka, legmagasabb iskolai végzettség, Színház és Filmművészeti Egyetem, színész szak, diploma. Az történt, hogy egy olyan anyagi helyzetbe kerültem, hogy ki kellett találni, hogy mi az a dolog, amiből én meg tudnék élni. Mert színházi munkáim nem voltak, viszont hirtelen bejött egy adósságom, amit vissza kellett fizetnem, plusz az volt, hogy mivel nem volt bevételem, ezért ugye fizetni kellett a kajákat, mert mindent ki kellett találni, hogy mi legyen. De nem vagyok szegény, mert szókincsemnél gazdagabb a szívem. Már mindenen gondolkodtam, megcsináltam, és meguntam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor próbáljuk ezt a nagyon fura műfajt, ami színésznek tényleg nem jutna eszénbe, a multizást. Hívjatok ügyfelek, kérésetek, Balázs szó, bolszertek, kokál is látok, maszkán is őrzik, a kokokolszertek. Nem volt rossz bejárni dolgozni, érdekesek voltak a kollégák, jól éreztem magam velük, és aztán utána jött egy pont, amikor viszont azt hiszem, hogy tényleg nincs értelme itt tovább lennem. Dögölj meg! Leültem a Boronkai Somával, aki nekem egyébként jó barátom, és egyébként meg egy nagyon jó dramaturg, és elkezdtük írni ezt a darabot, mert azt mondta, hogy szerint ez egy nagyon jó ötlet. A Gáspár Anna, a Manna produkciónak a vezetője rögtön mögé állt, és mondta, hogy ez szerinte is nagyon jó ötlet, és hogy nagyon érdekesen beszél nőkről, nagyon érdekesen beszél színésznőkről, és a színészetről magáról, és arról, hogy egyáltalán hol tart ez a szakma. Tiéd vagyok, misszionáriusom! Kicsit idegen talajra mertünk lépni, és ez szerintem érződik az előadásban. Én bízom benne, hogy ezért megengedő a call center-esekkel kapcsolatban, a színészekkel kapcsolatban, meg mindenkivel kapcsolatban. Siessetek abba a gazdagházba, és kérjétek térden állva apátok új feleségét, ne kergessen el titeket erről a földről, és adjátok át neki az ajándékot. De ügyeljetek, saját kezület vegye át a mikrofont. Ugye a Média Story-ból indultunk ki, de áttettük egy olyan közegbe, hogy mintha ez a... Ki sincs mondva, hogy Médának hívják ezt a nőt. Elmegy egy ilyen körbe, egy ilyen pszichológus nő által vezetett életfeldolgozó társaságba, és oda zúdítja be ezt az ő problémáját, hogy elhagyta a férje, akivel egy másik országból költöztek ide. Ám azért, mert szerelmes volt. Nem akarok a részletekbe menni, elég azt, hogy segítettél, meg is vagyok elégedve a végeredmények. De azért azt se felejtsd el, hogy magaddal is jót tettél, amikor velem. Sőt, hát te jártál jobban, mert itt élhetsz, ahol a jog az úr. A csoportból sok embernek van tapasztalata ezzel, hogy mit csinál egy coach, mit csinál egy pszichológus, mi történik egy családállításon vagy egy pszichodráma csoportban. De az szándékolt volt, hogy ez ne egy konkrét módszernek a paródiája legyen, benne, hogy valahogy így csattanjon el. Úgyhogy ezeket a tudás morzsákat fésültük össze. Kérlek, segítsetek! Ahogy olvastuk a szöveget, nagyon sokáig ültünk még így asztalnál és elemezgettük, és hatalmas vitáink voltak ebből, hogy most akkor Médának van igaza, vagy Jászonnak, és mindkettőnek érthető az álláspontja, és nem tudjuk, hogy milyen lehetett Médával együtt élni, és igen, Jászon nagyon gusztustalan dolgokat mond, amikor találkoznak végül a nagy jelenetben, de lehet, hogy neki van erre valami alapja, és hogy ezzel a nővel meg kell próbálnia valahogy bánni, mert tudja, hogy milyen, de közben ez csak egy ilyen hozzágondolás, tehát nagyon sok nézőpont van, és szerintem Jászonét is azt is próbáltuk megérteni, hogy ő miért csinálja, és hogy lehetséges, hogy ő se simán egy görény, hanem neki is vannak szempontjai. A szomszédszobába új beteget hoztak. Miss Norris az egyetlen a kórházban, aki még nálam is újabb. Neki fogalma sincs róla, hogy milyen pocsékul vagyok. Csokolom! Eszter vagyok, és maga?
Ez az 50-es évek Amerikájában játszódik ez a regény, ahol Esther Greenwood karaktere egy kisvárosból, egy amerikai kisvárosból hirtelen bekerül New York forgatagába, és az elsőre tágnak tűnő lehetőségek egyszer csak elkezdik nyomasztani és beszippantani, és aztán egészen a New York-i kiruccanása után, ahogy hazaér, egészen belesüpped az a kialakuló depressziójába. Hát gyönyörű, a legszebb jelmezem, ami eddig volt, az tény, de 90 nem tudom hány méter tül van benne, iszonyat súlyos, és hát ugye folyamatosan mászkálni kell vele, és a földig ér. És a fa és a tül, hogyha a lábam alá kerül egy kis tül réteg a fán, akkor csúszok. Kedves Erik! Nagyon rendes tőled, hogy rám gondoltál, de végül úgy alakult, hogy feleségül megyek a gyerekkori szerelmemhez. Bármilyen nehéz is a téma, valahogy a munka, az mindig munka marad. Tehát nincs is rá lehetőségünk, talán inkább nyilván a játszóknak, talán hogy egy picit más a kérdés. De nekem rendezőként annyira át kell látnom az egész előadás rendszerét, hogy nincs is rá módom, hogy igazán az érzelmi részéből belesüppedjek. Belegabajodtam személyesen is, ami nem tett jót a próba folyamatnak, nem volt az a megfelelő távolság, hogy rálássak és objektíven tudjak dönteni, hogy mikor, mire van szükség. De aztán utána valahogy így megtörtént ez a távolságtartás, megpróbáltam rálátni, és valahogy az egész nem a depresszió részéről fogtuk meg a dolgot, hanem pont az abból való kimászás energiáit próbáltuk mozgósítani, és az élet és a lehetőségek megfogása és keresése volt az, ami végül is pont, hogy reálissá tette ezt az egészet. Hát, hogy ne legyél már ilyen precíz. Mi a baj azzal, ha az ember precíz? Egyszerűen csak ne akard a pezsgőt is határidőre inni, oké? És lehetőleg ne a következő cikkedet tesztelgesd a szerencsétlen pasikon. Lesznek pasik is? Persze, hogy lesznek. Azért megyünk, hogy legyenek. Megyünk hollandiázni, hollandiázni megyünk. Ne süles. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Volt bennem egy plusz izgalom, ami már nem szokott lenni, hogy valahogy így azt éreztem, hogy most azért mégis így az itthoniaknak játszom, úgyhogy sok éve nem játszottam Szegeden, és most ez így egy különleges élmény volt. Nagyon intellektuális, költői és sokrétű szövegben tulajdonképpen Parti Nagy Lajos oratóriumnak nevezte a műfaját, a Nyíregyháza utca műfaját. Mondjuk úgy, hogy emléket állít, megidézi azoknak a Nyíregyháza környéki cigánylányoknak a sorsát, akiket Hollandiába kirakati prostitúcióra visznek, kényszerítenek, álmaikat gondolják ott beteljesíteni, és aztán ugyanolyan kilátástalan és feldolgozhatatlan lesz a sorsuk, mint hogyha a Nyíregyháza mellett maradtak volna, csak egészségüket, fiatalságukat, egyáltalán a létezés minőségét és méltóságát végképp elvesztik, vagy veszélyeztetik ebben a helyzetben. És én, mint önkéntes segítő, sokat küzdöttem ezekért a lányokért. Sírtam. Csak tegnap is, hogy a főbérlő kitette egyiküket, mert nem tudott fizetni. És szegény hiába mondogatta, a Ferinél a pénz, a Feri nem reagált a telefonokra. De mikor mondtam, hogy menjünk a rendőrségre, sírni kezdett a lány, hogy akkor megölik a gyerekét, Nyíregyháza mellett. És sírtunk. Ennyit elég az irgalomból.
ruhákkal kapcsolatban volt bennem egy kis pénz, de nyilván azért, mert van pár komplexusom önmagammal szemben, de inkább izgalmas volt. Szóval tudtuk azt, hogy biztos nem egy kompromittáló dolog lesz, vagy bármi, inkább izgalmas volt az, hogy hogyan lehet ezzel a témával egy színpadon foglalkozni, és hogyan lehet ezt bemutatni, pláne úgy, hogy maga a darabnak a formája is verses, rendkívül költői, nagyon sok helyen, és ez a kettősség, hogy valahogy a két véglet így találkozik egymással, ez egy komoly feladat volt. Utca. Világító közösségi tér. Egy közösségi térség. Istenem, engedd ki dobozaiból. Egészen kivételes történelmi jelentőségű pillanat, 8 ilyen színművésznő egy osztályban, az majdnem azt mondom, hogy megismételhetetlen, tehát hogy ez valami nagyon különleges csillagállás és Istenek ajándéka, hogy ők így együtt ebben az öt évben együtt tudtak dolgozni. Leslamposodtunk kintbe, egyik üzletbe, másik üzletbe. Álomszerű papírtasakok gyülekeznek eltartott alsó karjainkon. Vagyunk valakik. Pont beszéltük a lányokkal, hogy egy nagyon erős figyelmet érzünk folyamatosan, illetve ugye tele volt a kis színház, és én úgy vettem észre, hogy a második felvonásra is ugyanúgy rengeteg ember volt ott, és hallottuk is a reakcióikat. És ami nekem szintén egy pozitívum, hogy amikor nevettek például, vagy megdöbbentek bármin, az ők is olyan kis finom hangok voltak, tehát érződött, hogy közben is nem szeretnék elveszíteni a fonalat. Tehát ez még inkább megerősítette bennünk azt az érzést, hogy érdekli őket és figyelnek. Hát